Sziasztok! Pár évvel ezelőtt, amikor a Fibrén bejelentette a HD termékcsaládját, akkor forgattunk nektek egy videót, amiben bemutattuk, hogy mi is az elképzelés a HD termékcsaládban az optikai és lézkábelek, illetve ezek keverékének a kifejtésében. Nagyon megszerettétek szerencsére, örülünk neki, nagyon sokan használjátok, sokan ö, standardizáltátok ezt, nem csak ö, klasszikus kifejtéseket ö, végeztek el benne, de szálloszlókat helyeztek el benne, szintén ilyen kazettákban, triplexereket, ö, különböző multiplexereket, demultiplexereket. De visszatérő kérdés, hogy hogy is lehet kifejteni az optikát benne, mert több lehetőség van rá, és mikor, mire van szükségetek, mit, veje, mit vásároljatok nálunk. Ezt szeretnénk ebbe a videóba egy kicsit részletezni, alaposabban bemutatni. A klasszikus megoldás az a félunitos patch panelünk, abból is az a verzió, amit kihúzva egy klasszikus ö, kötőtárcába meg tudjátok kötni a kábeleket, és egy ilyen adaptertartóba, pontosabban négy ilyen adaptertartóba maximum ki tudjátok fejteni egyik oldalt piktéleket, másik oldalt pedig a patch kábeleket. Így is a fél unitba összesen, ha LC csatlakozókat használtok, 96 szállat tudtok kifejteni, azért ezt tényleg hívhatjuk High nek, ugye innen is kapta a HD panel a nevét. Mi van akkor, hogyha nem ez a megoldás, vagy esetleg egy nagyobb szállszámú kábelről van, beszélünk több pászmából, esetleg több kábelről. A másik megoldás, különböző elterjedtebb, amikor a háromféle kazetta közül kell kiválasztani megfelelőt, attól függően, hogy mit is akartok kifejteni a panelban. Az egyik lehetőség az az, hogy szokás szerint jövünk egy pászpával, amit ki fejteni valamilyen csatlakozási felületre. Erre az úgynevezett SPL, tehát mint Splice kazettát kell vennetek, tehát hogyha már rákeresek a webshopba, akkor az SPL rövidítésűek azok, és azt így kapjátok egy szedbe. Szép zacskó, benne a kötéstartó ö, elem, illetve a megfelelő mennyiségű szálvédő zsugorcső, Toldó piktél. Kis bontok egy Itt ezt kinyitva. Ezt a pöcköt itt hátul benyomva, le tudjátok venni között a fedelét. És mint látjátok, gyárilag elő van készítve a kiválasztott piktéllel és kötéstartó eljel, illetve természetesen elől pedig a toldókkal ide be tudtok jönni a kábelnek a pászmájával, és szokásos módon meghegesztitek, és betoljátok a helyére. Tehát ez a splice kaszetta. A másik lehetőség, amikor egy elő kábel letek van, egy breakout kábeletek, mint például ez itt, jó, van egy kábelünk, és az egyik vége valamilyen kifejtésben végződik, és ezt a kábelt szeretnétek rögzíteni a, a tárcában, és kifejteni az elején. Erre az úgynevezett breakout kazetta való, ami annyiban tér el a splice-nak a, a testvérétől, kinyitjátok, akkor a toldókon kívül nincs benne semmi. Nem kaptok hozzá szárbítőzsugót sem nyilván kötést kötéstartó betétet sem. Bejöttök a kábelnek a pászmáival, rögzítitek, beledugdossátok a toldókba, és kész is vagytok. A harmadik legmegoldás, amikor egy olyan brikott kábellel jöttök, jellemzően sok szálszámnál érdekes, amikor nem akartok benne kötögetni, meg nem akartok sok kábellel érkezni a szeknébe, hanem a jól bevált MPO csatlakozót fogjátok használni. Az MPO csatlakozó lényege, hogy 12 vagy 24 szál van kifejtve egyetlen egy csatlakozóba. Tehát, ha megnézitek, akkor ez a nagyon sok csati, ebbe az egybe van kifejtve ha ezt fogjuk, bedugjuk, és kész is van. És van 12 szálunk, ami elől szint 12 darab LC vagy SC adapterbe van végzőtetve. Ez belül, nem úgy néz ki, kinyitjuk, hogy egy úgynevezett Direct Spirit megoldás van beleépítve a kazettába. Sokkal kényelmesebb, Hogyha ilyennel dolgoztok, először a kábeleknél szokták használni ö, ügyfeleink, ahol nem mindig van arra kapacitás, vagy idő, vagy ember, hogy ö, mindenhol kimenjenek, és néha csak egy-egy kazetta bekötése miatt ö, valakinek kell hegezgetni. Sokszor nem is kell 12 szál, hanem csak 6 szálat. Ez egy nagyon jó megoldás, gyárilag megveszitek az előszedett kábeleket, akár mind a kettő végén npo van megszerelve, akár úgy, hogy itt is láttátok a példán, ö, az egyik vége MPO, a másik pedig klasszikus LCSC. Ki mit szeretne? Rendben, látjuk, hogy nagyon sok szálat tudunk elpakolni ezekbe a kazettákba. Ugye egy ilyen kazetta maximum 24 szálat tud elvinni, ha LC felülettel ö, csatlakoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy ugye vannak fél, egy és három kereteink. A félünkben négy, az unitban nyolc, a háromünitben pedig húsz ilyen kazettát tudok elhelyezni. Viszont, hogyha sok ilyen kazettát elraktok, és jellemzően ez az LC-nél okozhat problémát, ez nem csak a Fibrinél, bármilyen gyártónak a HD rendszerénél, hogy sűrűn vannak a pecskábelek. Ezekhez utólag nem, érz, nem, lehet hozzáférni, szét kell bontani a környező pecskábeleket azért, hogy a középsőhöz hozzájussunk. A fibrén erre fejlesztettek ki az úgynevezett push-pull HD pecskábeleket, amihez van ez a, ez a fogantyunk, amit ha föltolunk, akkor szépen benyomja a pecskábelünknek a füleit, és gond nélkül tudjuk kidugni. Kattan egyet, és más is tudjuk húzni a kábelt. Nem mondom, hogy ez a legkényelmesebb módszer ahhoz, hogy hozzáférjünk egy csatlakozóhoz, de mindenféleképp kényelmesebb, mint egy klasszikus LC csatinak a tövéhez körömmel hozzáférünk, hogy kihúzzuk, anélkül ráadásul, hogy sérüljön a kábel. Most itt kattan egyet, és kihúztam. kat, és már a helyén is van. Röviden ennyi lenne a HD panelben való optikai kifejtésnek a lényege. Bármi kérdésetek van, kérlek, keresetek. Sziasztok!